45 európai ország vezetői érkeztek a spanyolországi Granadába, hogy csatlakozzanak az Európai Politikai Közösség találkozójának harmadik üléséhez. Az összejövetel ezen formája lehetővé teszi a kontinens uniós és nem uniós országai számára, hogy megvitassanak olyan kihívásokat, mint a biztonság, az energia, az éghajlat, a bővítés és a migráció. Miközben az EU vezetői támogatást ígértek Ukrajnának, Volodymyr Zelenszky elnök politikai egységet kért a kontinenstől. A legfőbb kihívás, amivel szembe kell néznünk, az az, hogy megmentsük az egységet Európában. És nem csak az EU országairól beszélek, hanem egész Európáról. Azt hiszem, a legnagyobb kihívás, ami előttünk áll, hogy Oroszország hamis információkkal és félretájékoztatással támad. A granadai csúcstalálkozó célja, hogy az EU bővítésének lendületet adjanak. Ukrajna és Moldova még ebben az évben szeretné megnyitni a csatlakozási tárgyalásokat, és 6 nyugat-balkáni tagjelölt ország is világos ütemtervet követel. A bővítés mindig jó Európának, segít nagyobb biztonságot nyújtani, segít a demokrácia és az emberi jogok beágyazódásában, és segíti az európai gazdaság növekedését is. Szóval szerintem ez is fontos, és amikor az egyes kérdéseket vizsgáljuk, ne csak pénzügyi számításoknak lássuk őket. A vezetők kezdetben készen álltak az Örményország és Azerbajdzsán közötti tárgyalásokra, miután Bakú katonai offenzívvel átvette a hatalmat Hegyi Karabakhban. Azerbajdzsán azonban Törökországgal, a régió kulcs szereplőivel együtt elutasította a granadai meghívást. Igaz, az azeriek azt mondták, hogy készek tárgyalni Örményországgal. Az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy az EU egy stabil kaukázusi térségben érdekelt és garanciákat követelt Bakutól, hogy nem élesedik tovább a konfliktus. Két napja telefonon beszéltem Azerbajdzsán elnökével. Ő nagyon világossá tette, hogy nincs területi igényük Örményországban. Határozottan kell hangsúlyozni, úgy gondolom, hogy a területi integritás kölcsönös elismerése az, amiről szó van. A csúcstalálkozó sokak számára annak bemutatása volt, hogy a kontinensen hiányzik az egység és a párbeszéd iránti vágy. Ez a csúcs feltárta az európai politikai közösség hiányosságait. Két nagy hiányzó volt, Ilham Aliyev, azerbajdzsáni elnök és Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke és Aliyev fő támogatója. Hiányzásuk érdektelenné tette a Franciaország, Németország és az Európai Tanács vezetőivel folytatott találkozót, amelytől azt várták, hogy a kaukázusi stabilitás felé tett első lépés lesz. A csúcs találkozó másik csalódása, különösen az újságírók számára, hogy az Egyesült Királyság miniszterelnöke Rishi Sunak távozott a plenáris találkozó végén. Ezért lemondták az árus sajtótájékoztatót.